Maga a pajtaszó az azért érdekes, mert hogy csak az ország egyik részén nevezik azt az épületet, vagy azt az építményt pajtának, amiről beszélünk, az ország keleti végében Csűrnek. Maga a pajtaszó az valamikor a 15.-16. században jelenik meg, feltehetően délszláv hatásra, horvát-szlovén hatásra jelenik meg Magyarországon, és alapvetően egy gabona tároló és gabona cséplő építményként építették meg. A magyar nyelvterületen egy nagyon határozott kettéosztást találhatunk, ez valahol a Tarna és a Zagyva folyók vonalánál érhető tetten, attól nyugatra Pajtának nevezik, attól keretre pedig Csűrnek nevezik ezt az épületet. Nagyon kevés olyan hely van a Kárpát-medencén belül, ahol ez nem alakult ki. Ahogy mondtam, nyugaton Magyarországon a Pajta, keleten Erdélyben a Csűr elnevezés. Érdekes, hogy a Pajta szó Erdélyben egészen mást jelent. Ott alapvetően sokszor az állattartó istállót nevezik pajtának, a mai napig például a disznóolat is disznópajtának nevezik Erdély különböző részein. Tehát az egész Kárpát-medencében ismert, hiszen nagyon fontos volt, hogy a gabona nyerés céljából egy megfelelő biztonságos épület jöjjön létre, és hát akármilyen hihetetlen, a pajták voltak a parasztgazdaságok legnagyobb épületei, tehát gyakran többszöröse a lakóháznak is a pajta alapterülete belmagassága, hiszen a mindennap élet alapját a gabona jelentette, tehát a nagy mennyiségű gabona az a jólétet is tudta biztosítani. Hát azt gondolom, hogy új funkciókat kell adni a pajtáknak, hiszen az a típusú mezőgazdaság, az a típusú gazdálkodás már nem létezik, és valószínűleg nem is fog visszajönni. Ezért azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben amíg megmaradt pajtákat új funkcióval töltik föl. Például itt a Skanzenben is a Kisbodaki pajta, ahol most vagyunk, ez eredetileg a Szigetköznek az egyik utolsó gabonacséplő pajtája volt, a múzeumba áttelepítve eredeti formájában az eredeti anyagokat felhasználva megépítettük, de már nem gabonacséplésre és nem csak múzeumi kiállításra használjuk, mert egy nagyon szép mestergerenda kiállítás van az épületben, de alapvetően ez egy rendezvénytér. És azt gondolom, hogy ez a továbbélésnek a lehetősége, azt látom, hogy az ország különböző rétein ezeket a nagyméretű épületeket különböző rendezvények megtartására használják, hiszen alkalmas pajtaszínháznak, koncerttérnek, de minden olyan közösségi együttlétnek, ami nagy teret igényel. Tehát itt a kézműves foglalkozásoktól elkezdve a táncos eseményekig, előadások tartásán át, koncertekig bármit meg lehet tartani.